Lásd az érték, köszönti Önöket, Hudszent Miklós tasi közlekedőnek ratán. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vonaton tilos a dohányzás. Kellemes utazást kívánunk. Ferencváros következik. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a vonat csak Délegyházáig közlekedik, onnan vonatkódló autóbuszokkal utazhatnak tovább. Az okozott kellemetlenséget egy szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük! Sziasztok! Üdvözlök innen mindenki Délegyházáról, és most a 150-es vonalra fogok kinézni. Dömsödik egészen, terv szerint. Ott van a vonatpótlóbusz, mint látjátok. Azzal a földtel jöttem, és még a mögöttem van egy feskeszerelvény, de ennyi, ez minden. Na hát körülbelül múltkor eddig jöttem ki, most egy kicsit tovább fogok menni. Látjátok ott a tojásjelző, ami már a járhatatlan pályaszakasz kezdetét jelzi előre. Szóval egy 10-es lassú, és itt a bal oldalon ez a vágány, ez a Kavicsbányába vezet. Egyszer majd talán ezt is be fogom járni, hát most, az nem most lesz. Egyébként úgy tudom, hogy már nem használják legalábbis villanyvonatok, mert ellopták egy szakaszon a felső vezetéket, amit nem pótoltak, azóta inkább dízzel leszolgálják ki. De mit látjátok, itt még megvan. És valami baj van a főkamerámnak az aksiával, mert tegnap még azt mutatta, hogy legalább félig van, ezért én nem is aggódtam különösebben. Nem, hogy a töltőt meg otthon hagytam, most meg amikor be akartam kapcsolni, akkor kiírta, hogy lemedült az aksi. Tehát, hogy átóhelyébe egy éjszaka alatt mitől medült le, azt nem tudom, viszont így kicsit gyengébb minőségű lesz a mai videó, mert csak telefonnal tudok videózni. De hát legalább lesz. Nem tudom, a 150-es vonalnak az állapotát kell dokumentálni egy átépítés közben. Már ezen a szakaszon úgy tudom, még érdemi munka nem volt. Viszont az állomásokat, azokat meg tudom nézni, ugye biciklivel. Dömsödig el tudok menni. És itt van a kiágazás, a Kavicsbányának. A védőcsonka, és itt megyek a Kavicsbánya fele. És bizony jól látszik, hogy igen, innen már nincs is meg a felső vezeték. Le is szerelték teljesen, világtam, mert egyébként villamosítva volt, csak ugye, mint mondtam, ellopták a vezetéket. És ott pedig már látszik a háttérben a járhatatlan pályadísz közlete tápla. És ami érdekes, hogy szerint a Kavicsbányai padvágányt is kizárták a forgalomból. Ja, ott van kint a vörös négyzet. Úgyhogy átépítés alatt nem szolgálják ki a Kavicsbányát se. Pedig ugye eddig megvan a vágány, tehát még akadálya nem lenne annak, hogy kiszolgáláshoz folytassák tovább. Hát nem tudom, hogy ez miért volt fontos kizárni. És hát itt a leendő második vágány az, ugye itt eddig van meg, ott a földkúp után, csak a helye földúként, de nem baj, az nekünk most pont jó. Egyébként Kisköldösig régebben is két vágányú volt a pálya, addig a töltés is megvan. Égi, tehát addig igazából nem lesz gond a második vágány kihúzni. Kisköldöstől lefele viszont nem mindenhol elég széles hozzá a töltés, ott sokkal több kisajátítás fog kelleni. És közben megérkeztem az egykori Áporka megállóhelyre. Igen, ennyi itt volt a pedon, ennyi volt egyébként a megállóhely, és ez már ugye, nagyon régóta megszűnt. Ugye pontos információ nincsen, hogy mikor szűnt meg. 1971-ben még működött, az ottani menetlen még több megálló vonatot is mutat, viszont 1984-ben már nem. És akkor már ugye a menetrendben sincs feltüntetve, tehát valahol a kettő között szűnhetett meg. Valószínűleg egyébként volt itt egy peron is, amit ugye elbontottak, hát itt a kerítés az megmaradt. Ebből lehet rá következtetni, tehát is valószínűleg 1920 után valamikor keletkezhetett, mikor a második vágányt már felbontották. És akkor ezt nézzétek. Hát egészen messzire lehet látni, hogy nyílegyenes a pálya, még a bent lévő fölöttnek a lámpái is látszanak. Ja, és itt volt Áporka megállóhely.
Na, tehát még arrafele is ott látszik a kerítés, ott pedó maradvány már, hogy innen úgy látom, hogy szintén nem. És egyébként vonatinfo, vonatot se jelez erre a szakatra, egészen Kiskörösig semmi nincs most jelenleg a legalábbis bejelentkezve. Viszont elvétve errefele még lehet, hogy van, hogy jönnek tehervonatok, nem tudom, hogy a pálya felbontás az hol tart, hogy Kunszert Miklóstas után. De hát akkor errefele kell. Hát itt viszont itt ezen a földúton tudok tovább menni. Ja, az egykori második vágány helye. AS 322-es átjáró, délegyházi bányatavak a háttérben, meg a Kavics bánya. És akkor mindjárt mutatom azt az átjárót is. Innen tovább van Kiskunacháza. Hát így kb. 2 kilométerre arra. És erről jöttem. És ami miatt van egy szomorú történet ennek az átjárónak, hogy itt történt egy baleset, amikor egy kövel megrakott kamion hajtott be tilos jelzésnél az átjáróba. Az a tragikus eset történt, hogy a mozdony vezető meghalt ebbe a balesetbe. És az volt a balesetnek az oka, hogy a kővel túlpakolt kamion lendületből akart menni az átjárón, tehát látta, hogy tilos a jelzés, de nem akart megállni, mert ha megáll, akkor nem tudott volna átmenni. Tehát csak lendületben hagyja az úrbot pakolva, legalábbis a híresztelésekben ez van. Aztán ugye a pontos balesetvizsgálat mit hozott ki, azt most nem tudom, mert nincs a zsebemben a KBS jelentés volna, de 2010-ben történt, tehát valószínűleg a vizsgálat már lezárult. És a mozdonyvezetők szakszervezete egy emlékművet is állított a szolgálat közben elhúgy mozdonyvezetőjének, íve itt van. Ez a tragikus történet ennek az átjárónak. Hát akkor haladjunk tovább. Körülbelül 2 kilométerre lehet Kiskunacháza. És ugye a földút az itt még végig, hát ugye a második vágány helye. Ezen tudok tovább menni. És ez bizony már Kiskunacháza. Itt van egy elhagyott épület. Ez valószínűleg egykoron szolgálati lakás volt, ez pedig itt egy őrhely. Hát úgy látom, mind a kettő lakatlan. Hát megpróbálom megnézni. Itt van a másik oldal. Hát megvan az egykori tyúkketrec, meg disznó is. Hát ennél jobban nem tudom megközelíteni. Megnézem a másik oldalát is, de látszik, itt a nyílászárók be vannak falazva. Hát valószínűleg átépítéskor megy a levesbe. Egyébként itt még ugye munkát nem végeznek ezen a szakaszon. Legalábbis látható nyomai nincsenek. A másik se valószínű, hogy lakott, hát nézzétek meg, hogy néz ki a tető. Itt van az összes ablak, tehát az valószínűleg az sincs már jobb állapotban. És azt a háttérben már látszik Kiskunacháza felvételi épülete, amit szintén bontani fognak. Hát, ezt nézzétek, ez egy... Ez ilyen disznó, hogy úgy tesz, hogy ilyesmi lehetett ez fénykorában. Úgy van egy pince is. Aha. Meg némi szék. De hát... Ki van írva, hogy omlás veszély, úgyhogy... Csak... módjával. Itt viszont talán ide be tudok nézni. Hát, ezt is csak szemétárolónak használták. Hát, és itt sincsen semmi más. Meg azért itt ilyen helyeken óvatosnak kell lenni, meg nagyon láb elé nézni, mert akár még be nem temetett kút is lehet. Már az hát nagyon jellemző, azért általában, hogyha más nem, akkor a sittet azt beletolják, és akkor azt úgy betemetik, az egy ilyen nagyon egyszerű megoldás. De hát, hogy még ha ritka, akkor is előfordul, hogy nem. Tehát, hát vagy akár bármi lehet egy akna felél is, amit már elloptak, és
akár valami régi vízódaknak, és abban is bele lehet lépni, és bokaficam ott is össze lehet szedni. Van itt még két épület, ezt még meg fogom nézni. És kis kunaszház állomás, ugye itt ágaznak szét a vágányok, itt van egy lakodó vágány, eddig eljött a földkúp, ilyen. Hát, valószínűleg itt is az ilyes más változni fog. Az átépítéskor ugye, ha más nem, akkor a szélesebb peron mindenképpen lesz, annak meg hely kell, tehát valószínűleg így a vágány elrendezés nem marad. Ha valami, akkor ez biztos. És akkor itt vannak ezek a szolgálati lakások, hát nem tudom, mennyire megközelíthetők, azért megpróbálom, amennyire csak lehet. Hát, igen, itt is kim van az omlás a szétálba, és itt volt az elektromos csatlakozás. Fogatosan be leshetünk itt ezen az ablakon. Hoppá! Hát... a födém az már itt van leszakadva. Egyébként itt látszik az is, hogy hol volt a kerítés. Most milyen jól jönne a nyílvidéki kisvasúton ott hagyott ágvágó? Ott hagytam a többieknek, hogy ha mennek mélyebb szétni, tudjanak vele dolgozni. Van egy melléképület. Hát nem tudom, hogy mennyire tudunk lemenni. Hoppa. Akkor most majd átmegyünk Urbex blokkba. Kiskunacháza állomás lakodó. Benne áll indulásra készen egy vonatpótló. Előttünk a felvételi épület. Azt megnézem közelebb, nem tudom, van-e szolgálat. De a felvételi épületet le fogják bontani. Egyébként erre szükség van, mert azt vizsgálták, hogy a bizbelt azt lehetne beletenni, csak az épület állaga az olyan, a vizsgálatok szerint, hogy nem éri meg felújítatni. Tehát le fogják bontani, és majd építenek egy új felvételi épületet. De megnézzük. Hát egy kis érdekesség szerintem innen, hogy itt volt egy transformátor, ahogy látom, és ezt elvitték, és addig, ameddig ezt javítják, ide tettek egy agregátort, ami szolgáltatja itt az áramot. Gondolom, hogy itt egy-két környékbeli tanyának kell innen áramot adni. Arra pedig ez a teljesítmény elég. Hát valószínűleg ezek vannak bekötve, ez a pár ház itt, ami a túloldalt van. És így oldották meg az áramellátást. Ként itt Kiskunaszházán régebben volt szolgálat, nem tudom most van-e. Hát ugye épült egy B+-szel parkoló, az most ugye üres, mert vonatpótól nem lehet biciklit vinni. De itt van egyébként a forgalmi változásról is egy kiírás. Hát van, mindjárt itt még széjjel nézek. És akkor nézzünk szét Kiskunaszháza állomáson, és így nagyjából ilyen állapotban valószínűleg utoljára fogom látni. Jó, most úgy látom, hogy ide rálátok az átjáróra, hogyha jön vonat, akkor szétszer fogom venni. Hát, tehát valószínűleg itt lesz egy szélesebb peron, tehát a vágányrendezés így nem maradhat. Biztos, hogy egy-két vágány az menni fog a levesbe. Ja, felvételi épület az szintén bontásra kerül. Egyébként a vízben is itt lesz valahol, tehát fognak épít, lehet, hogy csak egy konténert építenek, lehet, hogy egy teljesen új állomás épületet, ez még a jövő zenéje, nem lehet tudni, vagy legalábbis a tervebben lehet, hogy rajta van, csak hát ugye ez meg nincs most itt a zsebemben, hogy megnézzem. Arra fele még van egy őrhely, ott valószínűleg egy tekedősorompó volt régebben, és azt kezelték onnan. Hát itt van egy egykori őrhely szintén. Hát, belesek, az ajtó még nyitva van. Hoppá. Hát... ez viszont tuti le fogják bontani. Útba is van, meg is, de... ezek itt annyi, hát egy ilyen szolgálati lakásra egybekötött tölhely lehetett. Sorompója lakhatott itt. Hát jó, ez ennyi volt. Ez is lehet, hogy magától összedől, mielőtt eljutnak addig, hogy le kéne bontani. És egyébként itt van egy iparvágány kiágazás a Kiskunaszházai repülőtérre. Már nem használják.
ott tűnik el a gazba valafele. Hát azt most nem fogom bejárni, de egyszer majd lehet, hogy megnézem, bár igazából sok néznivaló nincs rajta ott a talafele a közutat egy helyen még keresztezi, és ennyi. Utána meg már a reptér van, ahova meg kerítésen belül nem lehet bemenni. Ezt nézzétek, itt van még egy őrhely. Az biztos, hogy nem lakott. Gyakorlatilag fala is nagyon vannak. És ez itt van a 354-es szelvénybe a földút mellett. Egyébként Kiskunlacházán még van szolgálat, de mint megtudtam, ilyenkor napközben vonat szinte egyáltalán nincsen. És még ők se tudják, hogy meddig lesz szolgálat. De hát ugye előbb-utóbb elér ide az átépítés, és akkor nyilván meg fog szűnni. Meg hát ugye a vonalon köfi lesz, tehát szolgálati helyből jóval kevesebb lesz. Hát, miért itt? Na, annyira, hogy itt már a téglákat is azért kibontották. Vagyis hát a falat. Hát, ennyi. Hát, nem biztos, hogy érdemes ide jobban bemenni. Ott a bejárati ajtónál meg rögtön van egy lyuk. Hát esetleg még a másik oldalát megnézem, hát ha van ott valami érdekes. Hát igen, ez egy micsoda lyuk. Megérkeztem egy átjáróhoz, mégpedig az AS376-os. Arra fele van tovább Dömsöd. És ami viszont itt érdekes, hogy itt van a Hajós József kastély, arra fele térkép mutatja. Hát azt megnézem, hát ha valószínűleg bemenni nem lehet, de kívülről legalább lesz egy pár fotóm róla. Távolba pedig vadásznak, hogy hallom a puskaropogást. Hát ezt nézzétek, itt van maga a kastély. És hát ez úgy tűnik, hogy azért lakótelepet valamire használják. A napelemeket is raktak a tetejére. Hát ugye az állaga az olyan, amilyen, de szerintem valami. Tehát azért minimális állagmegóvás az megvan. És van itt egy lovarda szerintem az övéké, úgyhogy közelebb nem is megyek, mert hát, hogy már így is magánterület, hogy eddig bejöttem, de hát nem volt kiírva semmi. Meg itt valami hotelapa is ki van írva. Hát meg így látom, más is jön be ide a lovardához. Akkor ide még be lehet jönni, de hát tovább már nem megyek közából. Nem is igazán van miért. De tessék, ezt megmutatom nektek, hogy itt van egy ilyen törött reklámtábla. Hotel. Ennyi van kiírva. Lehet, hogy ez a kastély működött egy szállodaként. Hát itt meg egy lovarda van. Egy valami itt is van egy kisebb épület. És hát erről jöttem, megyek vissza akkor a vasúthoz. Na ezt nézzétek. Dömsöd. Vasútállomásra érkeztünk. És bizony itt volt egy egykori őrhely, még a szám is meg, hogy 30-as, és ott van még a régi solompócsengő is. És ugye ami Dömsödnek a érdekessége, hogy egyébként a vasútállomás az Apajon van, tehát Apa itt van, mert Dömsöd az innen kb. 8 km-re van. Hát most az még belejátszik, hogy helyrajzi szám szerint ez még Dömsödön van az állomás, de éppen hogy csak, mert nagyjából itt ér véget Dömsöd közigazgatási határa. Elég érdekesen van kijelölve egyébként, és Apai csak az átjáró után kezdődik. És semmi emiatt érdekesség, hogy nem engedik átnevezni, és még ráadásul kettős megállósa lehet, hogy Dömsöd Apaj. Ami szintén érthetetlen. Hát ezt majd megnézem át, mert nem tudom, hogy lakott-e vagy sem. Egyébként nem tűnik lakottnak. Már elég sok szemét itt van, meg bár még a villany is bevezetve, úgyhogy valószínűleg nem lakott. De megnézzük. Tehát az érthetetlen, hogy miért nem lehet kettős név, amikor olyan településre például, hogy itt van ezen a vonalon a következő állomás, az Kunszent Miklós Tas. Ahol Tas, az legalább 3 km-re van Kunszent Miklóstól, ahol egyébként az állomás van. És ott mégis beletették, vagy például Inás Kakucs, ahol Kakucs, de igazából semmi köze Inás vasútállomáshoz, mert szintén több kilométerre van, mégis benne van. Tehát akkor így, akkor alig 50 méterre van Apaj az állomástól, miért nem lehet beletenni legalább kettős névként, hogy Dömsöd Apaj? Hát ez ilyen értetetlen, de hát a Földrajzi Névbizottság nem engedte soha. És ez nagyon megtévesztő is egyébként, mert Dömsöd az ugye arra van kb. 8 km, és a busz meg innen alig megy arra.
Hát ilyen most itt áll meg a vonatpótló. És itt van maga a dömsödi állomás, ez az úgymond utcafronti része. És úgy látom, ez is nyitva van, nem tudom, van-e még itt szolgálat. Ez mindjárt kiderül, de bontva lesz ez az állomás épület is. És nem is biztos, hogy építenek helyette másikat. Tehát ezt így már csak azért is megéri körbe videózni, még így utoljára. Legalábbis én valószínűleg utoljára fogom körbe videózni. Mert hogy rajta van ez is a bontási listán. Aha, és itt van a forgalmista. Játok a négy lábú forgalmista. És akkor így néz ki Dömsöd állomás. Hát ugye széles peronok miatt valószínűleg itt is egy-két vágány menni fog a levesbe. De azt mondom, hogy... És arrafele meg ott a csapás után, megmondom, ez az már tapaj. Tapajnak a házai, tehát ez tényleg szívdobos lett volna már nagyon-nagyon régen átnevezni apajra. Én nem tudom, hogy van, hogy ott volt a forgalmi iroda, vagy még van is. Úgy látom, na, gyorsan akkor ezt még mit csinálok egy képet innen bentről. Cic. Az állomás bejárás megtartja a forgalmi szolgálattevő, mint látjátok. Vigyázz a rendre, amennyi vonat most, mert van azzal meg elboldogul. V43-3000. Na, és erre még hallgat is. És akkor most már bejöttem a fajra. Nem, ahogy nem tettem, hogy itt az aszfalt úton megyek kis kunlaszházáig. És akkor itt még egy darabig van járda, mert szerintem bicikli út is van. Hát utána meg majd megyek az úton. És akkor immár túl a végén, hát most nem Budapesten ugyan, de Szemedetelepen. Mégpedig azért Szemedetelepen, mert Soroksáron leszálltam, és még áttekeltem ide, úgymond a Burma bejárás című szóvalat. Ilyen 4 év után mondtam, miért ne járjam be most biciklivel gyorsan a Nagy Burmát is. Hát, ha változott valami a 4 év alatt, hát egyébként olyan túl sok minden, nem érdemi változások nem voltak. De mivel szemmelett a telepen pont elment előttem egy vonat, és ilyenkor egy darabig nem fog másik jönni, mert csak a személyek állnak meg, inkább átmegyek Ferihegyre. És majd Ferihegyen szállok fel egy vonatra. Úgyhogy ez a bejárás az ennyi lett volna. A 150-es vonalon sikerült azért a terv az, hogy eljutottam Dömsödéket, Kunszent Miklósig nem, mert nem akartam már messzebb menni, mert aztán ki tudja, mikor érek vissza. De hát majd legközelebb lehet, hogy Kunszent Miklóstól fogom az állomásba járni, de oda már pótlóbusszal megyek. De biciklivel eddig sikerült. De hát végül is amiért mentem, az meg lehet, ha hoppot jön egy Messerschmitt Skoda-csoda gépmenetbe, amit ti nem fogtok látni, most már én sem, ebbe ment az ajvédőfal mögé. Úgyhogy, ott a szedője, na az még látszik. Meg majd ott, ennyi látszik belőle. Na jó, hát akkor sziasztok, ez ennyi lett volna.